Autó a vízzel vezető árokban, térdigérő sár és hordalék, rengeteg iszap a házak pincéiben. Ez maradt a minden felforgató árhullám után. A falu lakói nagyon megijedtek, mivel ekkora rombolást nem láttak ott emberemlékezet óta. Főútról, meg a Hegedű Gyula utcából, meg itt megy egy kis utca, összecsapott a víz, hogy itt mi volt előttünk, hát ez katasztrófa. Hát ilyet én még 70 évet elmúltam, de még ilyet nem láttam. A polgármester azt mondja, szerencse a szerencsétlenségben, hogy a víz, ahogy jött, úgy el is vonult. Így egyből neki tudtak állni a sáros hordalék eltakarításának. Ő hasonlót csak a 70-es években látott, de még az a felhőszakadás sem okozott ekkora bajt. Egyszerre érkezett. Tehát látni a videófelvételen, hogy nem úgy volt, hogy esik az eső, emelkedik a víz, hanem egyszer csak ez a nagy ár rászakadt a Kossuth utcára, és innentől fogva elindult a lavina. Jött a Hegedűs Gyula utca, és a Dózsa utca, és a Kultúr mögötti részen kötött ki, és ezt az óriási vízmennyiséget nincs az a vízelvezető árok, amelyik meg úgy tudja kezelni, hogy ebbe kár ne keletkezzen. És mivel nagyon nagy volt a víz sodrása, mindent vitt, amit tudott. Betonvirágládát, tehát amit markológéppen raktunk a helyére, azt fogta és 20 méterre arrébb vitte. A község vezetője szeretne minden lakónak segíteni, és egy Viszmajor pályázattal finanszírozni a károk helyreállítását, ezért sorba végigjárja a falu házait, hogy felmérhesse, mekkora összegre lesz szükség a javításokhoz. Az utóbbi napok rendkívüli időjárása számos más településen is hasonló károkat okozott. Hirtelen ezúdoló csapadékvíz nehezítette meg június 6-án Tolna vármegye több járásának, településének a lakóit is. Itt a Paksi, valamint a Dombovári járásokban kellett jellemzően a tűzoltóinak is vonulnia. Összesen 11 eseményhez riasztották a tűzoltót, pontosabban 11 eseményhez vonultak a tűzoltóegységek, több riasztásuk is volt, viszont a villámárvíz gyakorlatilag ugye ez hirtelen érkezik, és egy kicsit hosszabb lefolyással, amíg ez a csapadék el fog szivárogni, viszont voltak olyan helyszínek, ahol gyakorlatilag ezek önmagától felszámolásra került ilyen értelemben egyébként az ott történő károk. A szakember elmondta, az ilyen hirtelen nagy mennyiségben lezúduló áradat hatásai ellen akár a lakók is tehetnek óvintézkedéseket azzal, hogy rendszeresen tisztán tartják a vízzel vezető árkokat, átereszeket a házaik előtt, ezzel megkönnyítve a csapadékvíz gyorsabb távozását.